Felcsendülő ballagási énekkel köszöntjük a ballagó 8. D-osztályt, osztályfőnöküket, Kalló Zsolt tanárurat és osztályfőnök helyettesüket, Nagy Erzsébet tanárnőt. Szeretettel köszöntöm az Eszterházy Károly Főiskola, Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási és tanévzáró ünnepségén megjelent kedves szülőket, vendégeket, iskolánk diákjait, tanárait és dolgozóit. Külön köszöntöm dr. Verók Attila urat, az Eszterházy Károly Főiskola tanárképzési és tudástechnológiai karának dékán helyettesét, iskolánk igazgatóját, Sándor József urat, Légrádiné Kőházi Tímea általános és gyakorlati képzési igazgatóhelyettes asszony, és dr. Mogyorósiné Herceg Éva általános iskolai intézményegység vezetőhelyettes asszony. Kérem, álljanak fel, zászlóbehozattal következik, majd pedig közösen énekeljük el a himnuszt.
Tanévzáró ünnepségünk kezdetén Szabolcsi Erzsébet Forrás legyél című gyönyörű versét mondja el Fekete Júlia Sára, 8. D-osztályos tanuló, majd ballagó diákjaink nevében Kecskés Boglárka búcsúzik a diáktársaktól, tanáraiktól és az iskolától. Szabolcsi Erzsébet, forrás legyél! Forrás legyél, tiszta, átlátszó, kristály szépségű cseppekből fakadó, hideg és jó ízű éltető víz. Csörgedezz alá magas hegyek sziklái közül, kelj át méteres köveken, konok útvesztőkön, friss levegői hegyi réteken. Patak legyél, lágyan aláomló, hűvös érintésű, hideg, sejmes vizettől kapjanak erőre a szomjas vadak. Kanyarok kövek között, fodradozó bárányfelhők kékege alatt, zöld pázsit és őszi avar keretezzen, míg tava gördülsz, kavicsokat mosva, s lomha folyóvá terebélyesedsz. Folyó legyél, hatalmas hullámfodrokkal tovahömpölygő áradat, mely mindent megragad, magával sodor, míg meg nem érkezik az őt is elnyelő végtelen tenger sírjába. Tenger legyél, nyugodtan hullámzó, beláthatatlan síkság. Kiszámíthatatlanul változó, tajtékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt szilaj erő, hullámsír, vagy elcsendesült sima víztükör. Óceán legyél, széles és határtalan. Kincseket rejtő, ringató, mély pölcső. Vég nélküli korlátlan lehetőség. Pusztító, tomboló őserő, roncsokat temető, kiismerhetetlen végtelenség. Legyél víz, életet adó őselem. Legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen. Legyél levegő, mindent beborító láthatatlan. Legyél szikla, szilárd, megingathatatlan. Legyél forrás, patak vagy tenger. Legyél te magad, legyél ember. Szeretettel köszöntöm tanárainkat, szüleinket, iskolánk diákjait, meghívott vendégeinket. Egyszer minden a végéhez ér, és akkor búcsúzni kell. A búcsú fontos. Fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egy szakaszát. A búcsú nehéz is, mert el kell válnunk azoktól, akikkel éveken keresztül együtt voltunk, jóban, rosszban. A bezáruló ajtótól azonban nem kell félni, tudni kell az új irány felé fordulni, és megtalálni kínálkozó lehetőségeket, ahogy a költő Nagy László mondja. Töröld le a könnyeidet, kisírt szemedben mosoly legyen, és derű. Minden nap kezdődik valami, valami nagyszerű, valami gyönyörű. Az évek gyorsan múltak el, és hátrahagytak sok emléket. Mindannyiunkban él egy kép az első napokról, az első lépésekről, melyekkel a mára már jól ismert iskola falai közé léptünk. Mindannyian őrzünk emlékeket az első találkozásokról, az első benyomásokról. Várakozással indultunk az úton, most elértünk egy elágazáshoz. Ez a pillanat alkalmat ad arra, hogy visszagondoljunk az eltelt évekre. Vajon kaptunk-e választ minden kérdésünkre? Vajon valóra váltak-e elképzeléseink, reményeink? A választ mindenki önmagában találja meg. Tanáraink fáradtságos munkával próbálták átadni nekünk a tudást, amit köszönünk. Sok közös emlékünk marad. Osztálykirándulások, délutáni foglalkozások, farsang, diáknapok. Ezeket az élményeket magunkkal visszük. Ilyenkor sokan tesznek fogadalmat. Társaim nevében én is megpróbálok megfogalmazni egy párat. Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem. Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem. Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés. Merész leszek, mert annak kell lennem. Barátja leszek mindenkinek, ellenségnek, társtalannak. Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet. Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek. A kis herceg gondolatával búcsúzunk. Nem tudom, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok,
hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáit. Hagyományainkhoz híven a búcsúzó diákok emlékszalagot kötnek iskolánk zászlajára. Felkérem Sipos Dorina és Tóth Márton 8. D-osztályos tanulókat, kössék fel a szalagot. És most felkérem Sándor József igazgató urat, hogy tartsa meg az ünnepi beszédét. Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, külön szeretettel a kis elsősöket, akik először zárják be a tanévet, és a nyolcadikosokat, akik egy folyamat végén, az általános iskola végén zárják be ezt a tanévet. Jelképes ez a hely, ahol vagyunk, hiszen a elmúlt egy év, az elmúlt nyolc év az ismeretek, a tudás szerzéséről szólt, és ugye most ünnepeljük 250. évfordulóját annak, hogy Esterházy püspök Egerbe érkezvén szükségét látta annak, hogy egy olyan épületet alkosson meg, amely a szellem művelésének, a tudománynak, a tanulásnak a fellegvára lehet. És ezen a neves évfordulón mi itt köszönhetünk benneteket, ilyen nagyszerű környezetben, remélem, hogy ez emlékezetes lesz a számotokra. Kedves búcsúzó diákok, hát mi az, amit itt hagytok? Hát valószínűleg most sok minden úgy gondoljátok, nagyon jó, hogy ezeknek vége van a felelésnek, vége van az órának, vége van a koránkelésnek, az iskolába járásnak. Hát le kell, hogy lombozzanak benneteket, ez csak egy talmi áll érzés, mert legtöbben már biztos örültetek annak a hírnek, amelyet áprilisban kaptatok, hogy merre lehet folytatni a tanulást. Tehát új kihívások várnak rátok. Természetesen egyetértek azzal, hogy a tarisznyába ott van az elmúlt éveknek az a rengeteg élménye, amelyet a iskolába lépéstől kezdve, az osztálytársakkal való ismerkedéstől kezdve, a tanítónénikkel elkezdett közös munka után, felső tagozatban a szaktanárokkal, osztályfőnökötökkel közösen éltetek meg. A sok kirándulás, a remek hangulatú farsangi produkciók biztos mind-mind ott vannak, és valószínűleg az országban kevés olyan nyolcadikos van, aki elmondhatja, hogy annyi tévé csatornán szerepelhetett, mint ti, hiszen szinte egy kezemen meg lehetne számolni, hogy hány iskolába tanultak iPad gépeken a diákok. És ennek ti zsonglőrei lettetek, mert a tanulás mellett biztos, hogy egyéb alkalmazásokat is professzionálisan tudtatok használni, meg tudtok is, tehát ez is bekerült a tarisznyába. Biztos, hogy ott van veletek az a sok szeretet, támogatás, amelyet a szülőktől kaptatok, a sok izgalom, hogyha bár kevésbé tanultál és nem félbe jöttél, mert a tanár szigorú, meg dolgozatot kell írni, a szülők átvettek a vállaitokról, hogy ők izgultak helyettetek, így egy kicsi feloldozást kaptál az előző napi lógásodért, mert volt, aki izgult. De emellett az a sok szeretet, amivel idáig elvezettek benneteket. És természetesen ott van benne a tanáraitok szeretete, hiszen azok a programok, azok az élmények, amelyek az iskolához kötnek benneteket, ő nélkülük valószínűleg nem jöttek volna létre, és ugye ő ellenük lehetett valami tervet fundálni, hogy nem készülök az órára, vagy hogy tudom azt a dolgozatot éppen másra terelve a szót kicsit elodázni, ez mind-mind nagy kihívás volt a számotokra. Hát mit tehetnék én még egy ilyen teletömött tarisznyába egy kínai bölcsességet, egy kis történetet, amely arról szól, hogy egy fiatal úgy gondolta, mint gondolom ti úgy 5., 6., de 7. korotokban már főképpen, hogy minek iskolába járni.
Valahol csak ücsörgök, és ott beszélnek, mondanak dolgokat, vagy érdekel, vagy nem, és akkor mit keresek én itt? Hát ő nem volt ilyen rendkövető, mint ti, hogy azért eljöttetek iskolába, ő iskola helyett elment virágot látni, járt, kelt, keresztül, kasul, Kínába, mindent nézett, tanulmányozgatott, hogy hát így is lehet tanulni, nem kell nekem iskolába menni, nincsen becsengetés, kicsengetés, nincsen dolgozat, haj de jó. Míg nem egyszer útja során meglátott egy öreg anyót. Az öreg anyó ült, és előtte egy hatalmas malomkő volt, kezébe meg egy jókora mozsár. Ez még így hagyjál lenne, de ugye öreg anyó, meg nagy mozsár, meg nagy malomkő. Hát de mit csinált? Hát dörzsölgette ehhez a malomkőhöz azt a mozsarat. Hát az ifjunknak ez a cselekedet csak szöget jutott a fejébe, félszegségét legyőzve, oda ment az anyóhoz. Kedves anyó, hát mit csinálsz te itt ezt a hatalmas vasdarabot dörzsölöd ehhez a malomkőhöz? Igen, fiam, de mi haszna ennek? Mi lesz ebből? Majd tű. Hogy lepődött meg a gyermek? Hát ebből a hatalmas mozsárból mikorra lesz tű? Az öreg néni annyit mondott neki, hogy tudod, fiam, ha célom van, ez nem tesz semmit. Csináltam tegnap előtt is, tegnap is, fogom holnap és holnap után is. Hát a gyermek elgondolkodott, majd másnap önként elment az iskolába. Miért cselekedett így? Mert a bölcsesség eljutott hozzá, hogy sokszor nagy akadályok vannak előttünk, nagy kihívások, mint a néni előtt a mozsár, amiből tűt akart csinálni. De hogyha kitartóak vagyunk és hiszünk a célunkba, akkor biztos el fogjuk érni. Tehát ami most oda kerül még tőlem a ti szatyrotokba vagy batyutokba, az nem lesz más, mint egy félig csiszolt tű. Hiszen annak idején kis elsősként tanítóitok, tanáraitok segítségével ti is leültetek a nagy kő elé, megkaptátok azt a hatalmas mozsárt, és elkezdtétek a tűt készíteni. Még a folyamat felénél vagytok, ezért mondtam, hogy egy félig kész tű, de hát azt kívánom, hogy úgy, mint tegnap előtt, majd szeptembertől holnap is, meg utána is, hogy készüljön el az a kecses tű, aminek az lesz a nagy titka, hogy életetek fonalát tudjátok vele majd ölteni. Az a tű aranyfonalat öltsön, amelynek a hímzése legyen siker, boldogság, kiteljesülés, egy hasznos és tele élet. Ezt kívánom még, hogy kerüljön oda a szatyorba. Sok sikert a további munkához, és azért néha számoljatok be nekünk arról is, hogy hol tartotok a tű készítésével. Köszönöm, sok sikert kívánok! Az év során nagyon szép eredmények születtek. Fölkérem Sándor József igazgatórat a jutalmak átadására. Elsőként köszöntsük azokat a kisdiákokat, akik ebben a tanévben kerültek iskolánkba, és kiemelkedő eredményt értek el. A megjelent közösség előtt vehetik át kiváló tanulmányi eredményük és példamutató magatartásuk jutalmaként első iskolai bizonyítványukat, valamint a kiérdemelt jutalomkönyvet és oklevelet Bene Fanni, Hargitai Luca, Tóth Váradi Tamás és Török Jonatán első D-osztályos tanulók. Tóth Váradi Tamás,
Sok éves szép hagyomány, hogy a művészeti nevelésért és tevékenységért alapítvány a művészeti nevelés terén kiemelkedő eredményt elért tanulóinkat három kategóriában jutalmazza. A díjazottak könyvutalványt és oklevelet vehetnek át. Zenei kategóriában a harmadik díjat Nagy Gergő harmadik D-osztályos tanuló veheti át, lelkes és aktív órai munkájáért, a kórus munkában végzett kimagasztó teljesítményéért, a Miénk a Tér fesztiválon és a kulturális bemutatón nyújtott sikeres szerepléséért. A zenei kategória második díját Sipos Dorina 8. D-osztályos tanuló érdemelkedte ki, kiemelkedő zenei tevékenységéért, kórus munkájáért, osztályközösségben végzett zenei aktivitásáért. Szintén hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a kicsinyek kórusa minden év végén elismeri a munkáját a kórus tevékenységében legaktívabban résztvevő kisdiákoknak. A mosolydíjat idén a kicsinyek kórusában végzett lelkes és örömteli munkáért, példás magatartásért, a kórus éneklés színvonalának emeléséért és népszerűsítéséért, Apostol Boglárka és Barta Csenge 4. D-osztályos tanulók érdemelték ki. Az iskolai diákönkormányzat is elköszön a végzős diákoktól. Közösségi munkájukért, aktív diákönkormányzati tevékenységükért oklevelet és könyvutalványt vehetnek át a Ballagó diákönkormányzati képviselők Kecskés Boglárka és Csorba Róbert. Mindezen kiváló eredmények mellett iskolánk tanulói számtalan egyéb felmenőrendszerű tanulmányi, kulturális, művészeti és sport eredményt értek el, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. És szeretném bejelenteni, hogy az alapfokú művészeti iskolánk nyerte el azt a vándorserleget, amelyet a megye legjobb, legeredményesebb művészeti iskolája vehet át minden tanév végén. Pont a mai napon érte intézményünket ez a megtiszteltetés. És most szóljon a jutalmazottak és mindannyiunk szórakoztatására az énekkar előadásában a Mary Poppins című musical vidám dala Mosolyogni kell. Vezényel Márné Tóth Judit tanárnő, zongorán kísér dr. Nagy Zoltán tanárúr. A vidámságot ezután fokozza Nagyová Kornélia, harmadik D-osztályos tanuló, aki a várva várt vakációról szaval nekünk. Szátok, azért jöttem én, hogy ide hozzam.
Andók Veronika, vakáció. Láttam a napot, súgta a szélnek. Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg, a táblán virul egy szó. Csupa színbetűkkel, vakáció. Két hónap napfény vár ránk a nyárban, kószálunk vígan viruló tájban, hűsítő tavakra, strandokra járunk, nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, csalogat mező, hívogat erdő. Aranykalász közt pipacsok égnek, kék búzavirág suttog a szélnek. Távol a gyors vonat füttye után, kalácssal, cukorral, nagymama vár, játszani, nyaralni, élni, de jó! Szeretünk, szeretünk, vakáció! Ünnepségünk hivatalos zárásaként énekeljük el a szózatot, majd zászlókivitel következik. Nem hivatalos zárásként pedig felkérném igazgató urat, hogy azzal a bűvös szóval zárjuk be a tanévet, és utána még mindig kérném, hogy szíveskedjen mindenki a helyén maradni. Tehát akkor informális módon is zárjuk be ezt az évet. Egy közös produkciót szeretnék kérni minden diáktól, tanárkollégától. Legalább olyan jó sikerű jön, hogy a jelenlévő szülők annyira meghatódjanak, hogy itt a fagylaltosok ne győzzék a hálájukat kifejezni felétek, hogy ilyen nagyon ügyesek voltatok. Tehát én elkezdem, és ti pedig majd próbáljátok folytatni, így, hogy, de halljam is jó hangosan. Tehát mondom, hogy ó, ió, ció, áció, káció, akáció, hangosan. Vakáció! Sok gombócos lesz. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy hangulatteremtő volt a vakációhoz. És akkor még technikai információkat szeretnék ismertetni.
Az elvonulást az 5. D és a 6. D osztály kezdi, hogy ismét beálljanak a sorfalba, majd a ballagási zene felcsendülése után a 8. D osztály vonul ki. Aztán elvonulnak intézményünk vezetői, őket követi az énekkar, és végül az alsó tagozatos osztályok vonulnak a kijelölt termekbe bizonyítványosztásra. Megkérem a kedves vendégeket, hogy csak miután az osztályok kivonultak, utána szíveskedjenek önök is kimenni. Bizonyítványosztásra a díszteremben marad a 2. D és a 3. D osztály. Az 1. D osztály a 2. emeleti 308-as terembe vonul. A 4. D osztály vissza a Barkóczi utcai épületbe. Az 5. D osztály terme a 2. emeleti 319-es terem. A 6. D osztály pedig az 1. emeleti 208-as teremben veheti át a bizonyítványát. Köszönjük, hogy megtisztelték ünnepségünket. A nyára mindenkinek jó pihenést, felejthetetlen vakációt kívánunk, és kérem szépen tehát, hogy akkor várjuk meg, amíg a 8. D osztály utolsóként, illetve elsőként, de immáron utoljára kilép az iskola kapun. Köszönjük szépen, és akkor kérném az osztályokat vonuljanak el a bizonyítványosztásra a termekbe.